Ha emlékeztek még rá, akkor egy héttel ezelőtt gyakorlatilag ott tartottunk, hogy sikerült többé-kevésbé tisztázni azt, hogy melyek voltak a civilizációs gyökerei az ember környezeti gondolkodásának. Ugye két civilizációs gyökér van, az egyik a zsidó-keresztény hagyomány, a másik pedig a görög filozófiai tradíció. Ez az egyik. A másik lehetőség, a megközelítésnek a másik lehetősége, ugye annak idején még beszéltem a kezdetén a megismerési stratégiák kapcsán, hogy minden megismerési stratégiának van egyfajta protokollja. Ez a protokoll azt jelenti, hogy ha az ember elkezd dolgozni egy anyaggal, akkor ezt mindenképpen végig kell futtatni. Ez, ha nem tudom, kiállt már a kórházba, de a kórházban ugyanígy történik. Tehát amikor bekerül egy beteg, akkor el kell végezni rutinvizsgálatokat rajta, és miután ezek a rutinvizsgálatok megvannak, utána indul el valamilyen irányba a vizsgálat. Nekem életemben egyszer jártam kórházba saját jogomon, nagyjából másfél órán keresztül, ennek az volt az előzménye, hogy üvegbe léptem. Nem tudom, hogy volt-e valakinek hasonló kalamba része, és ez így levágott a lábamból, talpamból egy darabot. Tehát gyakorlatilag, mint amikor készül a rántott szelet, így levágta a lábamból. Ennek a részleteivel nem terhelném a drága hallgatóságot, hogy hihetőség határára kerülnék. Na mindegy, hogy léptem bele, egyébként itt történt az irodámban. Na mindegy. És akkor bekerültem, itt van nem messze a baleseti sebészet, rátekeltem egy török között, nagyjából visszapróbáltam legúzni, ahol eredetileg is tartózkodott a talpamnak ez a része, egy török közővel azt rá szigetelő szalagoztam, tehát egy ilyen háborús megoldással sikerült visszatérnem a mozgásképes emberek táborába, és így át december elején volt 2010 környékén, átmentem ide az új klinikára, bementem, ott ült egy teljesen ilyen rezignált állapotban lévő recepciós, kérdeztem, hogy hol a baleseti sebészet, mondta, hogy merre kell menni az első emeletre, én nem akartam részletekkel terhelni, mentem tovább, és nekem ugye nem volt ideig szerencsém a magyar egészségügynek a gondoskodásában, de anyukának elég sokat, tehát nagyon sok ilyen közvetett élményem volt a egészségügynek a működéséről, és az első dolog, amit abszolút beigazolt a saját tapasztalatom is, hogy az ember elveszíti az identitását. Tehát az történik, mint a gyárban, amikor az ember egy munkadarabbá válik, rákerül a szalagra, és a szalag viszi tovább. És én kaptam egy indián nevet. Na most nem tudom, hogy azt hiszem, már beszéltünk el indián regényeket, nem nagyon olvastok. Az indián névadásnak az a lényege, hogy kiemelik valamilyen tulajdon, és több neve van az indiánnak, tehát életszakaszhoz kötődik, és többféle neve van. Na most én azt az indián nevet kaptam a magyar egészségügyben, hogy én lettem a véres lábú. Tehát kiemelték azt a karakterjegyemet, ami abban a szituációban fontos volt, és akkor onnantól kezdve se a nevem nem került szóba, se egyéb, hát hogy mondjam, nyilvántartási adatai, hanem én voltam a véres lábú. És akkor jött egy ilyen beteg hordozó, az ráültetett egy székre, igyekeztem önérzetesen mondani, hogy tudok én menni, mondta, hogy nem, őt ezért fizeti. Ráültetett a székre, fölvitt a röntgenre, mondta, hogy meghoztam a véres lábút, hogy van-e még szilánk a lábába, megviheti a véres lábút, hogy varják, két sebész megnézett, mondta az egyik, hogy én elmegyek, mert az ilyenek varrás közben ordítani szoktak, szóval nem volt nagyon jó hangulattal a dolog, viszont nagyon érdekes volt, hogy még várakoztunk, ott hozzám hasonló ilyen többé-kevésbé amortizált emberek üldögéltek, és végig röhögtük. Tehát valaki csak ilyen rádió közvetítés szerint hallotta volna, akkor azt hitte volna venni hímző szakkör, nem tudom, valamelyik bűvöldési házba. Ugyanis, hát mindenki, tehát általában, amikor ilyen történik az emberrel, ilyen baleseti sebészet irányában mutató vektor, akkor valami tényleg fatális hülyeség. Tehát nekem is most nem részletezném, hogy mi történt, nem vagyok rá büszke, na mindegy. Nem mondom, elveszítem a maradék méltóságomat is. Na mindegy, másokról mesélek inkább. Volt egy vásárhelyi bácsi, a vásárhelyi bácsi úgy került be a baleseti sebészetre, hogy éjjelőrként dolgozott. A nyugdíjasok ez előfordul. És az történt, hogy ugye az éjjelőr értelemszerűen éjszaka dolgozott, hazament a ilyen kis motorjával, és nem vette észre, hogy közben éjszaka fagyott, mert egy tüntött helyen tartózkodott. És megállt a háza előtt egy ilyen befagyott tócsán, letette a lábát, élete első hangos párgáját megcsinálta, ledőlt a motor, ő letette a kezét, a motor és ő ráestek a kezére, és eltörött a csuklója. Na most vásárhelyen nincsen baleseti sebészet, tehát meg kellett várni, még értéljenek és behozzák. A másik a kedvencem egy építőmunkás volt, aki egy 4 méteres létrán seggen csúszott lefelé,
és két sérülése volt, egyrészt a létra nem volt teljesen a munkavédelmi szabályoknak megfelelő, tehát szögek álltak ki belőle, nagyon csúnyan nézett ki a feneke, tehát amikor az ember itt besúszik, az rajzfilmben jól mutat, de élőben kevésbé, és kificomodott a bokája. És a vicces sebészek elkezdték őt kérdezgetni, hogy hát nem tudják összekötni a két vektort, hogy mi az a foglalkozás, amiben az embernek szét van karbolva a feneke, és kificomodott a bokája. Na mindegy, tehát hogy nevetgéltünk egymáson, a varrásra nem volt annyira vidám dolog, de hát ennek az az előnye, hogy hogy mondjam, minden helyzetre könnyű azonosítani, mert a jobb lábam az úgy néz ki, mint a Teddy Mackónak, tehát ilyen szép 19 öltése össze van varva. Na, de térjünk vissza a főcsapás irányra, ott tartottunk, hogy magát a, ugye le kell futatni egy protokoll, és a protokoll az azt jelenti, hogy kik mit gondoltak erről a témáról. Tehát ha tudományos kérdésekkel foglalkozunk, akkor mindenképpen ezt le kell futatni, tehát ha majd annak idején írtok szakdolgozatot, és valamilyen témát választotok, le kell futatni azt, hogy erről a dologról mások mikor és mit gondoltak. Na most ide jutottunk el, az előző héten ugye alapvetően négy dologgal fogunk foglalkozni, a korai környezetkutatók, akik az ember és a természeti környezet kapcsolatát próbálták értelmezni, a második a geográfusok, és itt szakadt félbe a történet. A geográfusok, beszéltem arról, hogy a geográfia, alias a földrajz, az egy nagyon furcsa tudomány. Elsősorban azért furcsa tudomány, mert hogy a legfontosabb választóvonal, ami két részre osztja, a tudományok nagy választóvonala, a természet és a társadalom tudományok választóvonala. Van természeti és van társadalom földrajz. Na most ez az első alapító atya, erről volt szó, ez volt az utolsó dia múlt héten, a Karl Ritter, egy német geográfus volt, és azt kell róla tudni, hogy tulajdonképpen maga az az elképzelés, ami alapján ő az ember és a természeti környezet viszonyát megpróbálta leírni, az egy nagyon régi gondolat. Erről beszéltem a múlt héten, ez egy görög és római hagyományban jelenlévő gondolat, hogy a természeti környezet az meghatározza az emberek gondolkodását. Tehát mondták a görögök, hogy mi azért vagyunk egy ilyen hatalmas civilizációnak a létrehozói, mert jó természeti körülmények között élhetünk. Ugye nem nagyon kell egyébként, tehát ennek vannak bizonyos realisztikus elemei. Nem tudom, emlékeztek ennek a nyárnak a hőhullámaira. Tehát amikor az ember kimegy, és ilyen 40 fok van és plusz aszfalt, hát az embernek filozófiával, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, lehet, hogy vannak nálam erősebb karakterek, de nekem nem volt kedvem filozófiával foglalkozni. Ugye első söröző saját lábon történő megközelítés ájulás nélkül, ez volt a legambiciózusabb célkitűzés. Na most nem véletlen az, lehet, hogy erről a múlt héten beszéltem, most nem olyan régen olvastam egy indiai szerzőt, beszéltem erről, indiai szerzőnek a könyvét, a Dipesh Chakrabartynak, ilyen szép, jó hangzású neve van, és ő foglalkozott azzal, egyebek mellett, hogy jelenleg, ugye biztos hallottatok róla, hogy India túlélte demográfiailag Kínát. Tehát jelenleg India a legnépesebb ország a világon. 1,6 milliárd emberrel. És Indiának a klímája, hát leszámítva a Himalájának a környékét, nem olyan nagyon hideg. Tehát mondjuk a Deccan fennsík, ami a indiai szubkontinensnek a nagyobb részét alkotja, ott olyan 40 és 45-6 fok között van a nyári átlaghőmérséklet. Na most ezen a vidéken, ahhoz, hogy tanítassak valaki a gyerekét, az első lépés a klímaberendezés vásárlása. Egészen egyszerűen fiziológiailag nincs olyan állapotban az ember, hogy szisztematikus munkát tudjon végezni. Tehát valami módon a természeti környezetnek kétségtelen van hatása az életstílusra, a karakter, van valami hatása. Vagy volt egy nagyon érdekes figura, egy magyar filozófus, Hamvas Béla. Nem tudom, hallottátok-e nevét? Ki hallotta? Hamvas Béla. Nem. Érdemes, egy nagyon érdekes sorsú ember volt. A 30-as években indul, már 1930-as években értelemszerűen, és filozófiával foglalkozott. Most jött a második világháború, ami nem a filozófusok nagy ideje volt, aztán jön a kommunista rendszerváltás más egyéb, és a fickó eldönti, hogy ő nem akar zsarolható lenni. Most az, hogy valaki értelmiségi dolgokkal foglalkozik és ne zsarolható legyen, ahhoz azt kell tenni, hogy az embernek ne értelmiségi állása legyen. Mert onnantól kezdve, hogyha nem tudom, könyvkiadónál dolgozik, vagy bárhol, onnantól kezdve nyomást lehet rá gyakorolni. Most ő úgy döntött, hogy akkor oké, én filozófus vagyok, és elmegyek raktárosnak. És egy raktárosként dolgozott, az nem egy érzékeny, politikailag érzékeny terület, és közben írta a könyveit. Ez azért döbbenetes dolog, mert amikor meghalt, ott volt 50-valahány kész könyve, amit megírt, föltett a polcra, időként levette, átnézte, kicsit korrektúrázta, visszatette.
Tehát ami, ez azért érdekes, mert hogyha voltatok, vagy gondolom, hát mégis csak egyetemre jártok, tehát ilyen intellektuális világgal kell, hogy kapcsolatba kerüljetek, ilyen vagy olyan módon, hát ennél sok, több egofightert, mint az egyetemen, meg az akadémiai világban, öt mondatot le tud írni, bőrkötésbe akarja látni publikálva. Na most a fickó ezt az egóját nagyon keményen lenyomta, írta, majd lesz vele valami. Tehát kicsit olyan dolog, mint a hajó törött a szigeten, beleteszi a elmény. És akkor utána kezdték kiadni a könyveit. Na most ezek filozófiai munkák, tehát nem, ha valakinek alvászavarai vannak, akkor kiváló. Tehát annak idején emlékszem, amikor én voltam egyetemista, előtte elvittek bennünket a hadseregbe, és hát nem intellektuál, tehát a hadsereg sem az intellektusnak kedvező hely, és két barátommal kikölcsönöztük a Hegelnek a bevezetés a filozófia történetébe című könyvét, hogy védjük az intellektusunkat. Na most, hát ilyen bekezdésre haladtuk, majd visszavittük a könyvtárba, nem bírtuk. Tehát olyan töménységű, tehát amikor kialakít egy nyelvet valaki, egy ilyen filozófiai nyelvet, ami iszonyatosan struktúrál, és az ember az harmadik mondatnál elveszíti a... Tehát ez nagyon durva dolog. Tehát ha valakinek alvászavarai vannak, akkor filozófiai munkák rendszeres olvasását tudom javasolni. Most vannak ilyen felhasználó barátok könyve is a Hamas Mélának, ami azért hoztam szóba, mert az a Karl Ritternek Lebensraum elméletére rímel. Amit később fel fognak használni a nácik, de ebben az időben ez a Lebensraum elmélet, amit ekkor kialakította a 19. század elején a Karl Ritter, ez még nem ez. Csak hogy demonstráljam, hogy mi volt eredetben a Lebensraumnak, az élettérnek a jelentése, azt nagyon jól mutatja, hogy ezt hogy használta példának kokáért a 20. században Hamvas Béla. Most a Hamvas Béla elolvasta az összes könyvet, amit magyar irodalomban kiadtak. Ez lehetséges, tehát nyilván a Tiffany füzetek nincs benne, meg a Fejős Éva munkássága, tehát egy komoly irodalmi munkák. És miután elolvasta ezeket a könyveket, arra a következtetése jutott, hogy alapvetően a Kárpát-medencében öt géniusz van. Öt géniusz. A géniuszt úgy kell érteni, hogy olyan, hogy mondjam, intellektuális karakter, amely kapcsolatban áll azzal a régióval, ahol az illető fölnőtt, szocializálódott, kialakult a gondolkodás, és így tovább, és így tovább. Most ennek én egy ilyen, hogy mondjam, nagyon tétova igazolását tudom adni, lehet, hogy ezt már említettem nektek volt, hosszabb időn keresztül dolgoztam Svájcban. Na most én alföldi vagyok, tehát Svájcban, amikor beköltöztem a kollégiumba, ugye az első dolog, amit tisztázni kellett, 10 percig beszélgettünk, mire megértettem, hogy a svájci kollégiumban nincs olyan, hogy emberek együtt élnek egymással, mindenkinek saját szobája van. Különböző komfortfokozatokkal. Tehát van, akinek sok pénze van, annak gyakorlatilag egy kollégium, tehát kollégiumról beszélünk, annak van egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen, hogy hívják ezt, egy garzon lakása, amiben van hálószoba, van konyha, van fürdőszoba. Ha nincs olyan sok pénz, akkor csak egy zuhanyzó, és hogyha annyi pénze sincsen, hát én ebben a kategóriában versenyek, akkor csak egy szoba. És a folyosó végén minden. Na most, amikor beköltöztem az ötödik emeletre, akkor egy idő után ilyen klausztrofóbiás érzéseim voltak, mert ez egy völgybe volt, és ki is minden felett gyakorlatilag, hogy belettem volna falazva. Utána ezt panaszkodtam a gondoknak, mondta semmi gond, most költöztek ki a 13. emeletről, na ott megszédültem. Tehát ugye nagyon nehéz, az ember kikerül abból a világból, ahol szocializálódott. Ugye ennek az első ilyen tapasztalása az volt, amikor elmentem gimnáziumba, Berettyóújfaluba, a falumból, Csöpőről, és két emeletes volt az épület. És amikor első héten oda mentem a Isten kísértő mélységbe, második emelet, és csak ilyen egy méterről mentem kinézni, mert hívott a mélység. Na mindegy, tehát ez egy szocializáció. De na, tehát térjünk vissza a Hamvas Bélára. A Hamvas Béla azt mondta, hogy ha megnézzük ezeket az irodalmi műveket, akkor mindegyikben felfedezhető annak a világnak, annak a tájnak a hatása, ahol az illető fölnőtt. És azt mondja, hogy öt géniusz van, van a dél, van nyugat, van észak, van az alföld és van erdély. Tehát ez az öt géniusz van. Nagyon röviden jelentem csak ezeket, hogy értsük, hogy miről is van szó. Van a dél. Hát ez tulajdonképpen a Drávától lefelé. Ez azt mondta, hogy ez a része az országnak, tehát a Dunántónak a Drávától délre található része, ez tulajdonképpen a mediterrán világhoz tartozik. És ennek az adekvát növénye az a szőlő. Most a szőlőről, biztos tudjátok, hogy a szőlő jó esetben okozati kapcsolatban áll a borra. Na most a szőlő gyökerei, azok ilyen
10-15 méter mélyre mennek, tehát amikor ugye megszűnik a, mondjuk az emberi jelenlét, a szőlő az képes nagyon-nagyon hosszú időn keresztül a túlélésre. Tehát mondta a Hanvas Béla, ez valami olyan dolog, ez a szőlőkultúrára alapozott déli táj, ami a civilizációnak az ökológiai és társadalmi leképeződését jelenti, ami ugye azt jelenti, hogy nem véletlenül a görögök, vagy hát általában a mediterrán világban a bort azt az istenek italának nevezték. Tehát, hogy képes egy olyan lelkiállapotot most a bortév után, vagy nem tudom, találkoztam valakivel. Szóval képes egy ilyen lebegő állapotot létrehozni, nyilván nem az 5 liter kannásbor, de jó borok azok. És azt mondja a Hanvas Béla, hogy ez a déli világ, ez alapvetően nem Budapesthez, vagy Belgrádhoz, vagy nem tudom, Zágrádhoz tartozik, hanem az alapvetően ennek a fővárosa, ennek a déli régiónak, ennek Atén. Tehát a mediterrán világ, és ez a déli karakter, ez civilizáció. Mert hogy megemeli a természeti környezetet, és megemeli az embert is. Képes mind a kettőt megemelni. És tartós átalakulásokat okoz. A szőlő azután is megmarad, ha alkalmasint az emberi jelenlét az eltűnik mögül. Ez tehát a dél. Van a nyugat. A nyugat, ugye a nyugatra azt mondja, hogy a kultúra. Ez egy érdekes dolog a Hanvas szó használatában, mert hogy a civilizáció alatt van a kultúra az ő megközelítése szerint. A kultúrán azt kell érteni, ugye a kultiváció, a művelés a kultúrának a etimológiai kiinduló pontja. A kultúra az a, hát most nagyon egyszerűen fog fogalmazni az érthetőség kedvéért, az a német világ. Mindenfajta előítéletek ódiumát fölvállalom. Ugye valaki járt én hosszabb időn keresztül jöttem Németországba is, meg Német-Svájcba is. Volt egyszer, emlékszem, hogy mentünk autóval Németországból Svájcba, ugye nincs határellenőrzés értelemszerűen. Kíváncsi voltam, hogy észre lehet-e venni a tájon, hogy átértünk Svájcba. Na ugye a németek is azért elég rendben tartják a tájat, észre lehet-e. Tehát még jobban rendben van. Na mindegy, tehát ez a német világ. Ugye miről szól a német világ? Az, hogy nagyon rendben van minden. Minden. Ahogy éppen gondolják. Tehát, hogyha ha vélegelő, akkor úgy van rendben. Ha levágják, akkor úgy van rendben. De lehet látni az emberi jelenlétnek a nyomát. Na most azért tartja ezt kultúrának és alacsonyabb rendőnek a civilizációnál a Hanvas Béla, mert azt mondja, hogy ez egy harc. Tehát ez nem megemelése a természeti környezetnek, ez egy harc a természet ellen. Ez egy harc a természet ellen. És ebből következően, hogyha megszűnik az emberi jelenlét, akkor ezek szétesnek. Most nagyon tanulságos volt az, amikor három földrajzos kollégámmal a jugoszláv polgárháború után bejártuk ezeket a vidékeket. 4 millió aknát hagytak úgy emlékeztetőként ott a különböző milíciák, meg különböző hadseregek, és így mindig aknatérképpel mentünk, nem nagyon mentünk le az útról, tehát általában ott pisiltünk és integettünk a szembejövő kamionsofőröknek, akik rokonszenvesen mosolyogtak rá, de ugye az embernek lerobban az egyik lába, az nagyon tud hiányozni. Na most, és döbbenetes volt egyébként az erőszaknak a permutációja különböző helyeken. Bementünk, nem tudom, egy horvát településre, rendben volt, 3 ház ki volt éve, ott laktak a szerbek. Bementünk egy szerb településre, 4 ház ki volt éve, ott laktak a horvátok. Tehát, hogy ki vált áldozattá, és ki lett az agresszor, az nagyon jelentős mértékben az erőviszonyokon múlott. És nagyon csúnya dolgok történtek. Nem tudom, járt-e valaki Vukovárban? Hát 27-szer cserélt gazdát, és úgy is néz ki. És ott hagyták a horvátok. Na most, amikor először már a háború után összesorsolták a szerb és a horvát válogatottat, egy Európa bajnoki selejtezőre, akkor a stadionban, Zágrában csak azt skandálták a horvát drukkerek, hogy Vukovár. És lehetett látni azokon a szerencsétlen szerb focistákon a filmek. Tehát olyan hatása volt annak, ugye, nem tudom, ki szokott a stadionokba járni, de hogy hát én önhibámon kívül, és eszméletlen hang, tehát jóval megépítve, ilyen szempontból az amszterdami Ajax Arena volt idáig a hanghatás szempontjában, ami legnagyobb hatást gyakorolt rám, iszonyatos, tehát olyan van, ami ilyen meredek, tehát iszonyat, mindig azt mondom, hogy le fogok esni is. Meghalok, de aztán mégse, mint a mellékel példa mutatja,
iszonyatos ilyen aréna hanghatás volt, tehát valaki, tizen elkezdtek ordibálni, annak már olyan ilyen oda-vissza hatása volt. Na mindegy, tehát, és amikor mentünk ebbe a tájba, az is úgy nézett ki, köszönhetően a 4 millió hagyott aknának, ami egy elvadult táj volt. Tehát ott voltak leszakadt vezetékek, embermagasságú fű, amit egyébként annak idején a török háború koráról is olvastam, hogy akkor is ilyen embermagasságú fű volt, hogy a lovas nem látszott ki belőle. Ez nem természet, ez egy lemondott kultúrtáj, ahonnan elment az ember, mint a dzsungelkönyvében. Na visszatérve, tehát ez a kultúra, ahol jelen van az ember, és nagyon keményen, de ez egy harc. Ez nem harmónia a természettel, ez egy harc. Ez a második. A harmadik az észak. A harmadik az észak. Ez tulajdonképpen, hogyha a mai Szlovákia a régi Felföldnek, vagy Észak-Magyarországnak a régióját nézzük, alapvetően két részből áll. Van a magashegységi terület, meg van tulajdonképpen a Kisalföldnek és a Nagyalföldnek az északi peremvidéke. Most ahogy haladunk északra, egyre ritkább a településhálózat, egyre kevesebb ember él, és egyre nyersebb, egyre durvább a természeti környezet. Ez kicsit olyan dolog, ahogy a Hamvas írja, mintha elmennénk Skandináviába, hogy megyünk fel a hegyvidékbe, mintha elmennénk Skandináviába. És ha valaki esetleg Lars von Trier vagy Ingmar Bergman filmeket néz, az a fajta atmoszféra. Kevés ember, az emberi kapcsolat, mivel ritka a településhálózat, az emberi kapcsolatok jelentősége megnő. Ugye a skandináv filmek erről szólnak, akár krimi, akár dráma, hogy nagyon fontos az a 5-6 ember, aki az embert körbe veszi, mert nincsen több belőle. Kettő, nagyon nyers és nagyon ellenséges a környezet. Ebből következően, hát ugye nagyon könnyű kívül kerülni a túlélés határán. Ez az észak. Ez az észak. Azt mondta ugye költői módon, hogy ennek a világnak a halványzöld és a halványkékek a színei. Most van az Alföld. Az Alföldről azt mondja a Hamvas, hogy az Alföld ennek a nagy kelet-európai sztyeppei óceánnak az utolsó öble. Ahol mindenből ugyanaz van, mint a nagy orosz sztyeppén, csak kicsiben. Sokkal kisebb. Nincsenek stabil építőkövek. Nincsen, az emberek fából építkeznek, vályokból, agyagból építkeznek. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a 18. század végéig Magyarország legnagyobb városa Debrecen. Ugye a török háború kora után vagyunk, Debrecen a legnagyobb város, 1870-ben 18.700 lakosa van, az a legnagyobb város, és van benne 12 főépület. Az összes többi az gyakorlatilag úgy épült föl, hogy agyagból, fából, vályokból. Tehát nem véletlen az, a Csokonai Vitéz Mihály írja már a 19. század elején, hogy a kollégiumnak a diákjai voltak a tűzoltók, hogyha kitört a tűz ebbe a könnyen éghető ugye, nagy városi tájba, akkor előjöttek a tűzoltók, akik úgy mentek a tűz irányába, hogy torony irányt. Tehát meglátták a tüzet, mert hogy nem volt olyan építmény, az előbb mentek az olóbatos diákok, akik a kerítéseket együttéssel leütötték. Nem voltak stabil épületek. Tehát vészhelyzetben úgy lehetett ebben a településen közlekedni, hogy egyenesen a tűz irányába. Na most, tehát ez egy olyan világ, ahol nincsen stabilitás, mondja a Hamvas, minden ideiglenes, és minden olyan dolog, amit építenek az emberek, az átmeneti jellegű. Tehát azt mondta, nagyon erősen fogalmaz a Hamvas, hogy Orosháza és Pest között nincsen urbanizációs szint különbség. Szerintem mondjuk van, de hát én Orosházán is jártam, vagy Pesten is, van különbség. De nagyon szigorú volt ilyen mondani. Tehát nagyon nehéz elkerülni, néha filozófus valaki, hogy nagyon merev legyen, csak azt mondja, hogy ez így van, és oda. Nem tudjuk, de nagyon érdekes a gondolat. Ez volt a harmadik. Nem ez a negyedik volt, tehát volt a dél, volt a nyugat, volt a észak, volt az Alföld, és van a Erdély. Most nem tudom, járt-e valaki Erdélybe? Életvitelszerűen vagy rátogatásképpen? Cserediákkal. Tessék? Cserediákkal. Cserediák, mennyi ideig? Másfél. Igen, és hol? De melyik részén? Észak, dél, közép, nyugat, Kolozsvár környéke, Székelyföld, Székelyföld. Hát ott valamelyik szék, akkor ugye van a Csík, a Gyergyó. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy udvarhelyszék, hogy ezek a székelyek egyébként egymást is ühelik.
Tehát, hogy Gyergyószent Miklóson voltam, és ott van egy ilyen híres felirat az egyik sírkövön, hogy itt is jobb, mint Csíkben. Tehát, hogy késelték egymást. Tehát ők csak kifelé tűnnek egységesnek. Most azt kell tudni erről az erdélyi világról, hogy itt tulajdonképpen egymástól elzárt medencék vannak. És egymástól elzárt közösség. A legnagyobb az a mezőség, ennek a ugye, középpontjában van Kolozsvár, nem véletlenül tartják Kolozsvárt Erdély fővárosának, és vannak a többiek, tehát van a Brassói medence, van a Szebeni medence, van a, hogy is hívják, vannak a székely székek, de azok is ilyen egymástól elkülönült egységek. Na most ennek van előnye, van hátránya. Azt mondja, nagyon sokféle például a konyha. Tehát, hogyha valaki Erdélybe jár, az Erdélyről fontos elmondani, ez nem a jelenlegi politikai Erdély, hanem a történeti Erdély, ami a Királyhágon túl kezdődik, tehát át kell menni a Bihar-hegységen. Tehát Nagyvárad nem Erdély, a Szatmár-Németi nem Erdély, Arad nem Erdély, Temesvár nem Erdély, az politikailag most ugye Erdélyhez szokták sorolni, de történetileg nem az. Most át kell menni ezen a határon, és onnantól kezdve, mivel nagyon sok elkülönülő kicsi egység van, rengeteg étel van. Tehát, hogyha megnézzük az ételek számát, a mondjuk felvételéken, Dunántúlon, vagy éppen az Alföldön, meg az Erdélyben, akkor Erdélyben annyiféle étel van, mint az összes többibe együtt. Tehát tulajdonképpen fiamon ilyen szempontból gasztronómia egy elképesztő, hát hogy mondjam, veszteség, mert ugye két nagy régió maradt itt Magyarországon, maradt Alföld és maradt a Dunántúl. Na most amikor turisztikailag a dolgot meg kellett hype-olni, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy a dunántúli konyha az azért, hát nem olyan nagyon messze van a hogy mondjam, a ausztriai konyhától, tehát egy dimbes, dombos, kisebb hegyek, ilyesmi, tehát a nyersanyag az adja magát, és hát ugye ott van az Alföld. És azokból az ételekből lettek az ilyen turisztikai, gasztronómiai magyar sajátosságok, amelyek tulajdonképpen pastor fast foodok. Tehát a gulyás leves, hát az azért nem egy igényes dolog. Tehát úgy keverget, és akkor nézi a pásztor, hogy megy, ahogy is hívják a nyáj, és akkor utána kéne menni gyorsan alá tüzelek, és akkor elkészül. Vagy hát a tarhonyás ételek. Tehát nem lehet jól csinálni, tehát nem erről van szó. De hát amit én a gasztronómiához hozzátettem, ez éppen volt most a Hermannban egy ilyen, hogy is hívják, egy ilyen emléktábla avatásban dicsekedtem vele, ugye? Nem? Nem dicsekedtem? Na, akkor dicsekvésnek is adjunk teret. Ugye visszatérő motivum volt különböző előadásaimban, hogy a Hermann kollégiumban laktam. Nem tudom, lakott valaki Hermann kollégiumban? Nem? Tudjátok, hogy van egy ilyen kollégium. Oké, tehát akkor a hitelességemnek ez a része nem kerül veszélybe. Tehát ott laktam az 506-os szobában. És másodéves voltam, feküdtem az ágyon, néztem a plafont, szerintem ismeritek ezt a lelkiállapotot, és azon gondolkodtam, hogy mivel kéne foglalkozni. És ott döntöttem el, hogy nagyjából merre fogok menni. És azt így többször elmondtam, és ilyen tréfásnak szánt kiegészítés volt, hogy hát nincsen még emléktábla, de dolgozunk a problémán. Na most, hát ahogy lenni szokott, egy Hermannos diák eldöntötte, és a múlt héten avattuk az emléktáblámat, ez már tényleg, most már jöhet a hangvasztás, az lesz a következő ilyen mérföldkő az életemben. Na mindegy, nem tudom, honnan kanyarodtam el, de honnan kanyarodtam. Ja igen, és ott meséltem el, azt többen mondták, erről is már volt szó, hogy kifejlesztettem egy olyan ételt, egy gyors ételt. Ugye, ha valaki lakott kollégiumban, akkor ha már beszéltem róla, akkor nem mondom meg még egyszer, mert unalmas, hogy 5 perc alatt egy komplett reggelit hogy lehet csinálni. Meséltem? Nem? Ez része a Hermannos, hogy mondjam, folklórnak. Ez úgy történt, hogy ugye elektromos eszközt nem lehet kollégiumi szobában tárolni. De hát a merülő forralóval nehéz lebukni, tehát az mondjuk benne van egy ilyen bödös zokniba, akkor azt nem fotkozni. Szokták megnézni kollégiumi szoba ellenőrzéskor sem, és akkor ezt innen kulturáltan elővettük, volt egy 5 literes uborkás befőttes üreg, abba beletettünk 8-10 tojást, beleküldtük a merülő forralót, közben folyt az öltözködés, fogmosás, ilyesmi, az fölfort, kivettük a tojást, betettünk 3 filtert, kész volt a tea és a kemény tojás egyszerre. A tojást nem mostuk meg soha természetesen, mert ökológiailag ilyen helyesen igyekeztünk gondolkodni. És hát azóta elmondtam, hogy ezt tulajdonképpen a köz haszonra bocsátom, tehát hogyha valaki akarja alkalmazni, akkor nincs rajta jogvédelem, tehát minden további nélkül lehet használni. Térjünk vissza. Lényeg az, hogy az erdélyi konyha az rendkívül differenciált. És nagyon arhaikus egyébként, tehát az erdélyi konyha az, amelyik megúszta az úgynevezett paprika forradalmat.
azt nem tudom, hallottatok-e róla. Amikor a 16-17. Században török közvetítésen megérkezik a paprika, és mindent elkezdenek paprikával főzni. Az a luxus. És az kikerüli. Tehát elvég valamiért nem kerül ebbe, és nagyon sok úgynevezett ilyen fehér étel van, tehát ha valaki például pacallevest evett Erdélyben, az egy fehér, ilyen, azt mondta, a hamarás van alatt, vagy valami ilyesmi, nem akarok ilyeneket, hogy nem értek hozzá, de azt szoktam mondani, hogy én nagyon rosszul főzök, de nagyon igénytelen is vagyok, tehát a harmónia az a, ilyen módon garantálva van. Na, tehát lényeg az, hogy Erdély tehát egy nagyon differenciált táj, nagyon sokféle étellel, viszont érdekes módon erről a székely viccek tanúskodnak, megőrzött egy olyan archaikus vonást, ami szerint a kommunikációt nem az információ csere határozza meg. Nem tudom, hogy tudtatok-e követni. Ugye a Descartes-i definitív nyelvhasználat az úgy működik, a modern gondolkodásnak az alapja, hogy meghatározzuk, hogy miről beszélünk, ugye erről az elején már volt szó, és akkor arról beszélünk tárgyilagosan. Most ha valaki beszélgetett már mondjuk akár székelyekkel, nem tudom, hogy találkoztál ezzel a problémával, amikor beszélgetsz velük, nem teljesen világos, hogy miről akarnak beszélni. Tehát, hogy van az egészben egy ilyen kommunikáció, tehát ugye a székely viccek ebből a szempontból a legtanulságosabban. Elmesélek egy székely viccet, ami még a jó ízésnek a határán van. Nem tudom melyik határán, de a határán. Ugyanis az arhaikus viccekkel az a, hogy mondjam, a gond, hogy nagyon szólnak, de politikailag ritkán korrekt. És a klasszikus ilyen székely vicc, hogy három székely kártyázik. És akkor, hát nagyon büdös van egy idő után. És akkor megkérdezi az egyik székely a másikot, hogy Áron, nem-e talán te fingottál? Mire mondja, hogy nem én fingottam, hanem a burkus kutya. De hát a burkus kutya bent sem nincsen. Majd bejössz. Tehát ennek nem az a, hogy mondjam, az információk átadása a célja, hanem valami módon egy ilyen játékos kommunikáció. Ezt úgy nevezi a Hamvas, hogy ez a keleti, hogy mondjam, kommunikációs stílus, ez a hellenisztikus birodalmaknak a képes beszéde, az indirekt kommunikációja, ami nem ez a nyugati világ, hogy akkor ez egy papír, ez meg egy csésze, és akkor elintéztük a dolgot, és mindent meghatároztuk. Innentől kezdve, ha a csészéről beszélünk, akkor mindenki ilyen formára gondol, és akkor mehetünk tovább. Ennek nem ez a célja. Nem ez a célja. Vagy van egy másik ilyen kedvencem, amikor ugye hasonló székely vicc, elviszik a nagypapát, ez kevésbé politikailag, hát hogy mondjam, érzékeny, elviszik a Kolozsvári plázába megnézni a Csillagok háborúja című filmet. Most a, hogy mondjam, a hegyről. És akkor a bácsi beül, végignézi, hazaviszik, leül, hazamennek, egy héton meglátogatják, nagypapa vágja a fát, kisunokája mellette játszik, leteszi a fejszét, leül, megtörli a homlokát, és akkor annyit mondta, hogy kisunokám, én ezt nem hiszem. Na most hát ez sem arról szól, tehát nem az, ahogy is hívják, ez a tércsattogtató, vagy tércsapkodó, segberúgós poén, tehát ez a nagyon finom, ilyen alattomos poén, tehát nem az a cél, hogy kommunikáljanak. És azt mondja ezt a logikát továbbvéve a Hamvas, hogy ennek az erdélyi világnak a fővárosa az Konstantinápoly vagy Isztambul. És a dolog azért érdekes, mert mind a mai napig azt szokták mondani, hogy mondjuk ennek a keleti világnak két fővárosa van. Vagy Isztambul, vagy Párizs. És hol az egyikhez van közelebb, hol a másikhoz. Na jó, még egy kérdés legyen, hogy legyen interakció is az órán. Hamvas ezeket elolvasta, ugye 70-es évek végéig, hogy milyen magyar írók, vers, költők, más egyebek, esszéisták, mert ugye van ez a PERN-ek rövidítés a írók klubjának, a Poetry Essayist and Novelist, tehát hogy mind a három játszik, tehát az esszéista, regényíró és a költő is. Most egy olyan magyar regényírót talált, hogy egyszerűsítsen a dolgot, aki mind az öt régiónak a nyelvét meg tudta szólítani. Tehát tudott úgy írni, hogy hitelesen megjelent benne mind az öt régió. Ugye 70-es évek végén vagyunk, 1970-es évek, ugye meghal a Hamvas. Van-e ötlet? Jókai. Ő volt az egyetlen. Hamvas véleménye szerint. Mert ugye van a, hogy is hívják, van a, mondjuk a mixát, az a, ugye
jó palócok és Tóth atyafiak, tehát ő tudott a felvidéknek a nyelvén beszélni, vagy ha újabbakat mondjak a Tarsánból, ő tudott az alföld nyelvén, vagy a Borbély-Szilárd, az alföldiek nyelvén beszélni. Tehát mindenkinek megvolt a maga regionális látásmódja. Jókai volt az egyetlen, a hamba szerint, aki mindent tudott. Most ezt azért mondtam el, mert a Lebensraum elméletnek az első megközelítés az ilyen volt. Egy ilyen filozófikus. A táj, a hely, szelleme és más egyéb. Na most ebből lesz majd néhány generációval később az a fajta Lebensraum elmélet, amit a nácik használnak föl, de ahhoz ennek át kellett alakulnia. Ennek az úriembernek ebben komoly érdemei vannak, ő a biológia oldaláról jön, ő környezeti determinista, mint a Ritter, de ő a biológiai oldaláról érkezik meg. Egyébként egy rendkívül kreatív ember volt. Én annak idején, ugye említettem volt, hogy a hadseregbe töltöttem egy tartalmas évet az egyetem előtt, és hát ez egy börtönélmény, tehát senkinek kétsége ne legyen, de olyan tapasztalatokat lehet szerezni, amit sehol máshol. Tehát sehol máshol. Ott tudatosult bennem az, hogy tulajdonképpen az intellektus és az emberi természet az egy olyan mátrix, ahol minden mindennel lehet kombinálni. És a legrosszabb a nagyon gonosz és nagyon okos. Tehát annál szörnyű nincsen. És lehetséges. Tehát az emberi természet a szabadon változik. Tehát minden lehetőség, hogy matematikus haverom mondta, a létezést nem lehet korlátozni. Mindenből minden előállítható. Most a Ratzelnek nagyon-nagyon sötét árnyékot vet a munkássága, annak ellenére egy elképesztően kreatív ember volt, ő alkotta meg az emberföldrajzot, a politika földrajzot, a geopolitikának a fogalmát, és ő írta 1901-ben egy olyan Lebensraum munkádi könyvet, amiben rendszerezi az erre vonatkozó gondolatokat, és ez így megy be a hogyos világban a náci gondolkodásban. Tehát, hogy vannak erős nemzetek, akik megérdemlik, és a többiek meg szolgálják az erős nemzeteket. Kik az erős nemzetek? Hát nem fogjátok kitalálni, de a németek. A németek. Aztán mindenki legyártotta, tehát volt ennek a magyar verziója is, volt egy kiváló, vagy van, nem volt ő még, hál' Istennek életben van, egy kiváló földrajzos kollégám a Hajdú Zoli, ő mesélte azt, amikor az 50-es években egyetemista volt Debrecenben, a Debrecen Egyetem Földrajzi Intézetében volt egy olyan tanára, nem volt normális, mondjuk ez egyetemen előfordul egyéb vonatkozásban is, de nagyon nem volt normális, aki ment a folyosón, ilyen üveges és fátyolos tekintettel, és akkor így ránézett egy-egy hallgatóra, és azt mondta neki, hogy Körös vidék 12. Most ezt onnan lehet tudni, hogy mire gondol, hogy a 30-as években, amikor készítettek a Kárpát-medencére egy ilyen osztályozást, ilyen embertanilag, ilyen eugenetikailag, tehát hogy milyen rasszok, arrasszok, ilyesmi volt, egy 36 fős ilyen szerzői stáb volt, ebből 32-t háborús bűnösként kivégeztek, ő volt az egyetlen egyik, aki túlélte, tehát mégis nem ítélték halálra, és ott eltették a földre az intézetbe, és így meg szegénynek így meg zakkan, de fejében volt a Matrix, tehát hogy milyen típusokat, milyen embertípusokat csináltak a Kárpát-medencében, és ezzel szórakoztatta az arra kulufláló hallgatókat, hogy mondta, hogy ő kicsoda, és milyen típus, és milyen altípus. Miért egy hülyeség, mint utóbb kiderült, de abban az időben nagyon hittek benne. Ez a szociáldarvinizmusnak az ideje, tehát az az időszak, egy kicsit később fogok beszélni róla, ahol azt gondolták, hogy az evolúció, azt bele lehet nyúlni, nagyon keményen. És akkor ezeket föl lehet gyorsítani, és akkor lehet tenyészteni az embert ugyanúgy, mint az állatokat. És kiderült, voltak ilyen kísérletek egyébként, ennek filmes földolgozása is volt, a csehek csináltak erről filmeket, és kiderült, hogy amikor elkezdték így tenyészteni az embereket, rosszan lett. Ugye erről szól a Bíbor folyók, talán emlegettem már ezt a francia filmet. Tehát nem lehet az embert ilyen módon tenyészteni, hogy és akkor majd összerakjuk és lesz belőle a szuperember. Na mindegy. Tehát a környezeti determinizmusnak ezt a Lebensraum értelmezését a Friedrich Ratzel alkotta meg, amit a nácik köszöntek szépen. Most érdekes dolog ebben az időszakban a földrajzosok között volt egy ilyen etnikai, nem etnikai, ilyen nemzeti különállás, ugye nem véletlen, hogy a 18-19. Század csataterein a németek rendszeresen összecsaptak a franciákkal, és ez megmutatkozott a tudomány fejlődésében is. A németekkel szemben létrejött egy másik, egy francia földrajzos iskola, amely azt mondta, hogy nem determinál a környezet, hanem lehetőséget ad. Lehetőségeket kínál. Ugye ezt az iskolát nevezik a posszibilisták iskolájának, ami hát
a francia, Paul Vidal de la Blache volt a legmeghatározóbb figurája. Hát a francia karriert futotta be, École Normale Supérieure, ugye ez a szorgon elvégzése után, utána hát tulajdonképpen egy rendkívül kreatív élet, a pénzszázs, a táj, a környezet, a millió, a régió fogalmának a bevezetése fűződik az ő nevéhez, és ugye abból indult ki, hogyha valahol van egy potenciál, hogy kezd-e valamit a kortárs társadalom, az a kortárs társadalom döntésén múlik. Mondanék erre egy példát. Nem tudom, ismeritek az Annak utat, itt Szegedben. Nem tudom, van-e közöttetek olyan, aki elolvasta már feliratot, ami fölötte van, hát ez teljesen tipikus, akkor házi feladat. Azt a kutat egy Pávai Bajna Ferenc nevű geológus furta vagy furat, tehát nyilván nem ő a kis furójába. Na most ő a két világháború között egy ilyen popstar volt, egy rockstar volt. Nem azért a zenél, hanem ő volt az, aki megtalálta Magyarországon a zalai olajmezőket. Most a zalai olajmező az egy európai jelentőségű olajmező volt abban az időszakban. Ugye nem véletlen, hogy a németek a Dunántúlon olyan keményen küzdöttek, mert az volt az utolsó olajmező, amiből hát organikus benzint tudtak készíteni, vagy gázolajat a harckocsik számára. De ő találta meg. Na most azért lehet tudni, hogy nagyjából azt az életet éltem, mint a most a, nem tudom, a Szaúd-Arábiában vagy az Emirátusokban az olajkutatók, habzsidőzsi, tehát ami csak. Sportkocsi, nyaraló, tálá-tálá, és hát nagyon nagy hír, és mindenfajta ilyen éjszakai lokálokban mindenki előre köszön neki. Na most egy rockstar. Most az történik, hogy jön 29-33 között a nagy gazdasági világválság, iszonyatos csóróság. És a Pávai Bajna itt is olajat keresett, csak vizet talált, tehát nem mindig azért, hogy mondjam, sikerült a megfelelő célt elérni. Oda ment a székesfehérvári polgármesterhez, és azt mondta neki, hogy Fehérvár alatt olaj van, biztos. Hát ennek nagyon megörültek egy válság közepén, és akkor mondták, hogy akkor mérnök úr, fúrjon. És a mérnök úr fúrt lefelé, nem tudom, pár száz métert, semmi. Hát mondta, hogy biztos, hogy olaj van. Garanciaképpen eladom a házamat, a nyaralónak, a sportkocsimat, és beleteszem. Hát arányosan a város mögött egy brutális hitel, furtak tovább, utólag tudjuk, hogy egy föld alatti vulkánba furtak bele, amiben nagyon ritkán van olaj. Tehát ez egy klasszikus példája volt a posszibilizmusnak. Hát ha nincsen. De hát, hogy az lehetett volna furni tovább is, egy idő után minden pénz gajra ment, elment, és abba hagyták. De ez a posszibilizmusnak azt az alaptételét jól támasztotta alá, hogy a természeti környezetet egy lehetőség. Ha tényleg ott lett volna, akkor épül rá egy ilyen petrokémiai ipar, és akkor mindenki boldog és újra visszavásárolja azt, amit zálogba tett, de nem. Tehát ha nincs. Ez nem lehet vele vitatkozni. A végül a földrajzi deterministáknak a 19. században elképesztően nagy volt a hatása. Tehát ez kicsit olyan, mint a víz alá nyomnak egy labdát, ugyanakkor a erővel jön föl, amilyen mélyre nyomják. A földrajzi deterministák olyan erős hatást gyakoroltak a 19. század gondolkodására, hogy jött egy társaság, ami azt mondta, hogy az egész hülyeség, az egész úgy, ahogy van hülyeség, ők voltak a földrajzi nihilisták, akik azt mondták, hogy a természeti környezetnek nincs szerepe a társadalom működésében. Nem tudom, szociológus van-e a társaságnak, hallgatóságnak? Nincs szociológus. Most a szociológiáról azt kell tudni, hogy a szociológia egy késői társadalomtudomány. Tehát megalapították a néprajzot, a történettudományt, a társadalomföldrajzot, a nem tudom, demográfiát, és utána jön a szociológia. Na most általában, hogyha valaki későn jön, ez igaz egyébként a társadalmi felemelkedésben, kvázi az új gazdagokra, ha valaki későn jön egy bizonyos társadalmi státuszba, akkor hajlamos arra, hogy kompenzálja. Ez történik bizonyos mértékben a szociológiában, ugyanis a szociológia azt mondja, hogy hát én vagyok a legkisebb fiú, de sokkal jobb leszek, mint az összes többi. Most hogy lehet ezt megcsinálni? Hát úgy, hogy azt mondja, hogy ezek a mindenfajta társadalom és bölcsész tudományok itt dumálnak össze-vissza, de nekem lesz egy olyan módszerem, ami alapján ugyanolyan megbízhatóságú állításokat tudok tenni a társadalom működésére vonatkozóan, mint a kemény társadalom természettudományok, mint a fizika, mint a matematika és barátai. Most ha valaki szociológiával foglalkozik, akkor tudni kell, hogy mind a mai napig a szociológiának a módszertan egy matematikai módszertan. Ugye erre van egy
több sok generációs matematikai statisztikai programcsomag, amit szociológusok használnak, SPSS-nek hívják, ez általában a legnagyobb, hogy mondjam, próbatétel a szociológusok számára, akik valamennyire az ilyen bölcsész társadalomtudományi oldalról jutnak, jönnek, és akkor ezt meg kell tanulniuk, tehát ez általában nagy próbatétel. Nem véletlen az, hogy Auguste Comte, aki az alapító atyák között az első volt, amikor ennek az új tudománynak nevet kellett választani, akkor az első névválasztása az volt, hogy társadalmi fizika. Most a fizikusok mondták, hogy azt nem, és akkor valami más kellett találni, és így lett szociológia. Na most ennek a tudományterületnek ugye az alapvető megállapítása, hogy ezt Bürkheim paradigmának hívják, hogy a társadalmi tényeken csak más társadalmi tényekkel lehet megmagyarázni. A természetnek nincs közel hozzá. Nagyon sokáig hátran álltak a földözősokkal, a harc akkor dől el átmenetileg, amikor jön a náci rezsim, akkor győznek a földözősok. Aztán bukik a náci rezsim, és utána évtizedeken keresztül, ha valaki szóba hozta, hogy a természet és a társadalom a közel legyen, simán lenácizták. Mert hogy ugye ennek azért, tehát ezt azért fontos tudni, mert hogyha valakit fölemel, csak így, hogy mondjam, hogy a kódolt beszéd ilyen erdélyi stílusban, valakit fölemel magasra a politika, onnan iszonyú nagyot lehet esni. Nagyon-nagyon lehet esni. Erre a környezeti deterministák nagyon, hogy mondjam, jól látható példát mutattak. Na, nézzük az Annan iskolát. Az Annan az évkönyveket jelent, és az Annan iskolát a 1920-as években alapították meg. Két ember alapította, Lucien Febvre és Marc Bloch. Most fontos elmondani a Annának az előtörténetéről, hogy az akadémiai világ, nem tudom, ti hogy tapasztaltátok, mit láttatok eddig belőle, ez az öregek sportja. Az öregek sportja. Az azt jelenti, hogy amikor az ember elindul egy akadémiai karrierbe, semmilyen sincs. Se pénze, se kapcsolatrendszere, se, hogy mondjam, pozíciója. Tehát emlékszem, hogy az első állásom az úgy nézett ki, hogy tudományos segédmunkatárs. Ez a rövidítő segédmunkás, tehát ennek is lehetett rövidíteni. És ugye az embernek próbálják megmondani, hogy mit csináljon. És az nagyon kellemetlen tud lenni, különösen, hogy hülyeséget mondanak, de magas státuszú ember. Na most, hát az embernek ebben a helyzetben két lehetősége van. Ez egy erősen feudalisztikus világ, vagy beáll egy kísérletbe, csak elkezd fölfelé araszolni, mint a vazalusi láncban, kis szerencsével majd a nagy ember helyére sikerül egy bizonyos ponton bejutni. Vagy a másik lehetőség, hogy kilép a rendszerből. Az viszont nagyon könnyen ilyen Ronin típusú karriereket tud elindítani, ha valaki a japán busidóba járatos, tehát ilyen gyökértelmű flipperezi az élet ide-oda-amoda. De lehet az embernek szerencséje, tehát azért ez is, ez sincs kizárva. A második, első világháborút ugye talán hallottatok róla, úgy ér véget, hogy a Elsass-Lotharingiát visszaveszik a franciák a németektől. És ott van egy német egyetem, de francia nincs. És alapítanak egy zöldmezős beruházásként egy francia egyetemet. Ami zöldmezős beruházásként nincsen kialakult, hogy mondjam, személyi struktúrája, és ezek a Roninok, mint például a Lucien Febvre, Marc Bloch és a többiek, tehát ezek a kallódó francia értelmiségiek hirtelen állást kapnak. Rendszeres fizetéssel, amit nagyon könnyű megszokni egyébként. Tehát, nekem volt egy ilyen 10 éve, amikor nem volt ilyen, tehát ösztöndíjas voltam hol itt hol ott. És amikor így állásba kerültem, és minden hónapban megérkezett gond nélkül a fizetés, az egy nagyon komoly, hogy mondjam, életszínvonal emelkedést jelentett, tehát így rátekintettem, és akkor lehet tovább élni, nem kell tanulni fotoszintetizálni. Most lényeg az, hogy alapítanak egy új egyetemet, és azok az emberek, akik nem konform módon gondolkodtak, azok számára van egy lehetőség arra, hogy kifejtsék a nézeteiket. És ez azért érdekes, erről lehet, hogy beszéltem még az elején, hogy a történettudomány alapvetően az emberi memóriának, az emberi közösségek, vagy egyének és közösségek memóriájának a működtetésére szolgál. És amikor megszületik a történettudomány a 19. században, akkor az volt a fő kérdés, hogy hogy jöttek létre a nemzetek. És megírják a politika történetét, a had történetét, a jog történetét, a nemzeti ébredés történetének, a nemzeti ébredés korszakának, vagy a nemzeti evolúció korszakának. Most jön a Annan iskola, akik ilyen non-konform gyerekek, és azt mondják, hogy nem csak ez a történettudomány. Tehát nem csak a nagy emberek története a történettudomány, a történettudomány mindennek a memóriája.
És bevezetnek olyan radikális nézeteket, mint például az Histoire totale. Az azt jelenti, hogy minden történet tudomány. Minden. Tehát például, akkor mondjuk egy konkrét példát. Nem tudom, ki szokott köpködni. A futballista, akkor ennek megvan a folklórja, nem tudom. Néztek futballmérkőzéseket, a Turhá köpködött, gyönyörű. Na most a dolog azért érdekes, mert van olyan civilizáció, ahol a köpködés az elfogadott. Ugye a Dél-Kelet-Ázsiában, egészen a modern korig a amerikai popkultúra terjedését megelőzően minden családnak volt egy-két-három köpücsészéje. Ha magas státuszú volt, akkor ilyen porcelánból, ha alacsony státuszú, akkor fából, később műanyagból. És ugye előfordul az embernek az életében az, hogy milyen dolgok keletkeznek vagy benne a szájába, vagy bejutnak oda, tehát nem tudom, ismeritek-e klasszikus régi vicc, hogy honnan lehet megismerni a vidám motorost. Muslicásokat fogadjuk. Na mindegy, tehát ez egy mellékszál, tehát azt is valahogy el kell távolítani, és mondjuk ebben a dél-kelet-ázsiai kultúrában egész egyszerűen előbb kis harákolás után belekül. Na most ez nálunk nincsen, mert hogy ugye az van, hogy valakinek így kell, elmegy ilyen félreeső helyre, zsebkendővel próbálja kinyerni, nagy bűntudattal egyébként, hogy vele ilyen megtörténhet. Tehát, hogy tabu vagy nem tabu? Ez egy kérdés. Egyébként nagyon érdekes dolog, ha valaki esetleg vezet, és pirosnál nagyon jó szociológiai mintavétel nézni a többi autóst. Mert az autónak van egy ilyen nagyon érdekes inkubátor hatása. Tehát amikor az ember autóba ül, akkor azt gondolja, hogy ő biztonságban van. Ott van körülötte egy fémtest, meg üveg, meg más egyéb, és kialakul az az érzés, hogy egyedül van. De hát ezeken üveg van. Tehát, és pirosnál nézni azt, hogy mit csinálnak abban a másfél-két percben az emberek, amikor egyedül vannak. Legalább 17%-ban orrot túrnak, és utána keresik a lokációnak az ideális helyét, ami hát ugye az autó nincsen fölkészítve, tehát van egy régebbi autóban van egy ilyen dohányzás kiszolgáló apparátus, de az ortúrás az valahogy nem, a mérnökök nem vették, mint fontos lehetőséget számba. Na mindegy, tehát ez egy probléma, amire különböző megvan. Vagy nézzünk rá, mondjuk lehet, hogy ezt a példát már mondtam nektek, de ha bementek egy néprajzi múzeumban, és egy arcnélküli babát megnéztek, és valamennyire tájékozva vagytok a viseletekről, akkor meg tudjátok mondani, hogy milyen életkorú, milyen családi állapotú, milyen társadalmi státuszú, milyen vidékről származó. Minden. Tehát ha jön szembe valaki ebbe a tradicionális világba, akkor mindent tudtok róla, nem kell bemutatkozni, Kovács Gábor vagyok, Csíkszered, tehát nem látod rajta, hogyha dekódolni tudod ezeket a szociális kódokat. A dolog azért érdekes, mert hogyha most azt gondoljátok, és én is azt gondoltam sokáig, hogy én egy ilyen, biztos láttátok a Brian életét, ha nem kötelező, hogy mindannyian egyéniségek vagytok. Tehát, hát igen, csak ugye a marketing nyomása alatt, és akkor hát tipizálni tudom, és itt előttem vagytok, három kategóriában vagytok gyakorlatilag marketing öltözködés szempontjából. Mert hogy így végignyom bennünket, és úgy hozunk látszólag individuális döntéseket, hogy ezeket már beleszerelték az agyunkba, hogy milyen irányba induljunk el. Nyilván az egyik a budget, a másik pedig hát ugye a egyéniséget ki tudja fejezni. Na, tehát isztóáltatá, minden, ami történik, az az emberi. A másik dolog, a longdülés. Tehát, hogy nem csak a generációs léptékben történnek dolgok, hanem vannak olyan konstrukciók az emberi történelemben, amik évszázadokig vagy évezredekig tartanak. Ha megnézzük példának okáját a katolikus egyháznak a történetét, azt nem lehet generációs léptékben leírni. Ez egy évezredes sztori, aminek mindenfajta hullámai voltak meg, átalakulásai, vagy ugyanez a világgazdasági rendszerre igaz, az is egy évezredes történet. És voltak mindenfajta periódusai. És hát jelenleg egy világfaluban élünk, ahogy mondani szokták ilyen kicsit journalisztikus módon, ahol, hát hogy mondjam, hogyha nagyon akarunk, akkor bárhova egy nap alatt el tudunk jutni. Na most a análiskola tehát alapvetően föllázadt ez ellen a nacionalista, alapvetően nemzeti keretek között történelmet elbeszélő gondolkodás ellen, és azt mondta, hogy A. nem a nagy emberek, vagy nem csak azok, B. Hát mindenfajta más szempontokat is használni kell, mint ezt a hogyan jött létre a nemzet és csak a politikai határok. Mondani kell egy konkrét példát. Ugye amikor én földrajz szakon végeztem, és nekem nagyon soká esett le, hogy Mohács után nem volt önálló Magyarország. Mert hogy tanuljuk a történelmet? Magyar történelmet. Hát ez nem egy önálló ország, az egy közép-európai monarchiának a része. Tehát úgy elbeszélve a történelmet,
Ez a nemzet nacionalista gondolkodásnak a következménye, hogy körbevágja így az országot, és akkor ott nincsen. Pedig hát a legtöbb döntés az nem Pozsonyban vagy Budán vagy, hanem Bécsben született. Na, oké. Tehát ez volt az első lázadás, ami kinyitotta a kapukat. Oké. Akkor nézzük az ökológusokat. Az első, akit ökológusnak lehet nevezni, Alexander Humboldt volt. Nagyon érdekes egyébként az ő sorsa, ő egy Juncker családba születik be. A Junckeren azt kell érteni, ez a porosz földbirtokos, ez a legkemény. Ugye talán emlegettem nektek, már előbb emlegetett Hermann kollégiumban laktam együtt egy fiúval, a Bernd Rathkéval, aki valószínűleg matematikus volt, és miután hazatért Kelet-Németországba, a Stasinak dolgozott, ha mond ez nektek valamit, ez a Kelet-Német titkosszolgálat volt. Visszajött és kérdeztük, hogy Ben, hol dolgozott? Nem beszéltük. Honnan lehetett tudni ez a titkosszolgálat? Na mindegy. És akkor lényeg az, hogy abban az időben volt egy ilyen Interkozmosz program, aminek keretében ugye a keleti blokk országaiból egy-egy űrhajóst fölvittek a Szojúz űrállomásra. A szemad volt. Mindegy. Vagy a Mirre. Valamelyik szovjet űrállomásra fölvitték, és egy Farkas Bertalan nevű ember talán eljutott hozzátok a hír. Most ugye készülnek a következővel, de majd meglátjuk. És akkor az volt, hogy és fölvittek egy németet. És akkor mentem haza, hallottam a híreket, és akkor mondtam Bennek, hogy Ben, fönn van egy német az űrbe. Mondottam, hogy örül neki, hát mégiscsak német. És akkor mondta, hogy az nem német. De német, ott van az újságban, német, nem, az csak egy 100. Tehát ugye, hát nagyon nem ugyanabban. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a német történelem, a német egyesítésig, a 19. század utolsó harmadában, a 60-as, 70-es évek ment végbe, addig külön országok voltak. Tehát egy bajor ország, az teljesen más. Ugyanezt a logikát tükrözi, talán ezt mondtam már nektek, a Bismarcknak a példáját, nem? Bismarck volt az a kancellár, aki létrehozta Németország. Ő is porosz volt. Tehát nem ugyan. És akkor elolvasta Darwinnak a Fajok eredete című könyvét, és egy nagy társaságban mesélt arról, hogy hát nagyon tetszett neki ez a könyv, és ő szerinte már van olyan megoldása is, amit Darwinnak még nem jutott eszébe, mert ugye a Darwinnak volt egy ilyen problémája, hogy vannak a főemlősök, csimpánz, orangután, gorilla, ilyesmi, meg van az ember, és a missing link, a hiányzó láncszám. És akkor mondta Bismarck, hogy szerinte azok a bajorok. Na most hát ez se jó indulatú megjegyzés volt, értelemszerűen, de a poroszok, akik ugye többet gondoltak ilyen értelemben magukról. Na most a Humboldt az egy ilyen porosz fiú volt, de meg elkaragunk, mint a többiek, akiket itt igyekeztem, hogy ilyen negatív színbe feltüntetni. De hát ugye ebbe a világban, ebbe a porosz Juncker világban a gyerek nem azt mondta, amit ő akart, hanem amit mondtak meg. És hát megtörténik vele egy ilyen szerencse, szerencsének persze nehéz nevezni, meghalnak a szülei. És akkor beiratták őt Berlinbe államjogot tanulni, amihez iszonyúan nem volt kedve, meghaltak a szülei, azonnal áthúzt Göttingenbe természettudományokat tanulni, és mivel megörökölt a vagyon, elkezd utazni a világba. Ez nagyon érdekes dolog, hogy az első generációja ezeknek az értelmiségeknek szinte kivétel nélkül gazdag. És hát nem a fizetéséből finanszírozza az utazásait, tehát egy főnemes. Ugye a nagy 18. századi generációból tulajdonképpen Rousseau volt az egyetlen szegény ember, aki elképesztő könyveket írt a nevelésről, mind a 7 gyerekét állami gondozásba adta, tehát ilyen elméleti szakember volt, de a többiek azok gazdagok voltak, tehát ilyen volt a Humboldtnak a története is, aki hát miután ugye rámaradt a kis vagyon, ugye ismeritek klasszikus, hogy lehet egy kisebb vagyonnal eljönni Las Vegasból. Egy nagyobb vagyonnal kell oda menni. Na most ezt a receptet követte a Humboldt is, tehát nagy vagyonából csinált egy kisebb vagyont, annak köszönhetően, hogy bejárta a saját pénzéből a világot, és tulajdonképpen leginkább Latin-Amerikába utazott, ami ugye messze van, meg költséges. A legfontosabb következtetése, vagy legfontosabb ugye a tudományterület, amit ő alapított meg, a geobotanika. És itt fontos elmondani, hogy a geobotanika az nagyobb részt arról szólt a Humboldtnak a munkáiba, hogy a vegetáció és a természeti környezet, tehát talaj, klíma, ilyesmi, az milyen módon működik együtt. Tehát milyen klimatikus viszonyok között, milyen növények nőnek, ahhoz milyen talaj kell. Most ez általános iskola a főső tagozat, de abban az időben ez volt a front tudomány.
Hát ugye ez klasszikusan matematikus haverai mondták, hogy a Archimedes a maga korában a top tudomány volt, manapság már ugye nagyjából általános iskola felső tagozatban tanítják, de azért egy nagy matematikus azért a maga korában. Most itt is az van, hogy geobotanika alapvető állításokat tesz, racionalizálja az ember és a természeti környezeten belül a növények és a növényeket körülbevevő környezet és klímának a dolgai, de ez egy frontáltörést jelentett abban az időben, nem véletlen az, hogy a berlini egyetemet Humboldtról nevezték el, tehát ő a névadó. Darwinról az előbb beszéltem. Darwinnek a története azért nagyon érdekes, mert Darwinnak két diplomája van. Először tanul Glasgow-ba végez science-et, tehát természettudományokat. Ugye az angol száz tudományban nagyon sokáig ezek a határok, ezek a tudományos határok, nem a német logikát követték. Egyébként mind a mai napi középiskolában a természettudomány, tehát a secondary school képzésben science-ként van. És akkor kicsi biológia, kicsi fizika, kicsi nem tudom, biológia, a science, tehát ez a holisztikus szemlélet sokkal tovább megmaradt. Na most ő science-et tanul, és utána elmegy Oxfordba, és teológiát. A dolog azért nagyon érdekes, mert ő az, aki romokig rombolja, tehát a földig rombolja a teológikus világképet, de ő egy diplomával rendelkező teológus. Tehát annak ellenére. Most fogja magát, és fiatalon elmegy egy hajóútra, egy Beagle nevű vitorlásra ül föl, végig körbejárja a világot, egy világkörüli út. A dologhoz hozzá kell tenni, ennek nagyon nagy sportértéke volt, mert a Darwinnak egy olyan tengeri betegsége volt, amiből nem lehetett kigyógyulni. Tehát a végighányta. Soha többet nem nagyon ment tengerre, ugye amikor az ember elmegy világkörüli útra, ott nem lehet kiszállni, tehát ott vissza kell menni Angliába, tehát végig kell menni. Iszonyatos kínokat állt ki, soha többet nem utazott. Nem tudom, tudjátok, ki volt az a másik nagyon híres brit, akinek ugyanez a gyógyíthatatlan tengeri betegsége volt. Tehát nem, hogy átesik rajta két napig okádi hátul, és utána meg remekül van. Nehezen a világos. Most ő ráadásul ugye munkajogilag nem nagyon tehetett más, rendszeresen föl kellett szállni. Ugye a Trafalgari győztes, iszonyatosan sokat szenvedett, egy zseniális admirális volt, de folyamatosan hány. Tehát ott mindig volt körülötte egy-két ilyen hányó, nem tudom, edény, de remekül végezte a dolgát ehhez képest. Na mindegy. Szóval végigmegy ezen a világkörüli úton a Darwin, és a kulcs felfedezése Galapagos szigeti teknősöknél cselekszi meg, ahol azt vizsgálja, hogy a különböző teknősök azokhoz a viszonyokhoz a különböző szigeteken hogyan alkalmazkodtak. És ez az alap, ez a szikra, ami ezt az egész evolúciós elméletét elindítja, és megírja a fajok eredete, a másik végén pedig a race in favor, race in the struggle for life, tehát a túlélésért folytatott harc, ez a két terminus, amit az ő könyvéből általában át szoktak venni, és hát tulajdonképpen forradalmasítja a 19. század második felének a gondolkodását, és ahogy beszéltem erről már korábban, amikor a felvilágosodása átalakul az emberek gondolkodása, és a teológikus gondolkodás helyére ez a racionális gondolkodás kerül, mindig van egy tudomány és egy tudós vagy egy kör, ami meghatározza, hogy milyen irányba megy a gondolkodás. Ugye az első Newton volt, a második Darwin, a 20. század elején pedig Einstein, és jelenleg ugye a biológiai, a genetikai kutatások azok, amelyek a főcsapás irányát jelentik. De mindegyik természettudomány volt. Ez nagyon érdekes dolog, hogy a globális gondolkodásnak az irányát, legalábbis ideig ez a tapasztalat, a természettudományok határozták meg. Oké, de hát ez nem járt azért következmények nélkül, tehát a nagy sikernek nagy az árnyéka. Német úriember Ernst Haeckel, ő alapítja meg az ökológiát, ez egy mozaik szó, ugye az oikosz görög szóból jön a lakás, a logosz, ugye a tudomány, tehát a élőhelynek a tudománya, hogyha le akarjuk fordítani, ez az ökológia. Most amikor az ökológia megszületik, ma már nem így gondolkodunk róla, amikor az ökológia megszületik, akkor ez a biológiának egy áltudománya. És akkor nézzük, hogy van ott 16 hangya, a 16 hangya él egy hangyabolyban, tehát van egy ökotóp, tehát a fizikai környezet,
meg van egy biocenózis, az élő életközösség, és ezeket vizsgálja. Tehát ez tulajdonképpen, amikor megszületik az ökológia, akkor ez egy résztudománya a biológiának. Viszont az a kölcsönhatás, amiről az előbb beszéltem, az pusztító módon megindul ettől a ponttól, és már a Haeckel kijelenti ezt, ami a német nacionalizmusnak, vagy a német náciknak lesz az alapgondolata, a politika alkalmazott biológia. Tehát a gyöngefolyók tűnjenek el, ugye a holokauszt ennek a demonstrációja. Ennek egyébként van egy másik olvasata is. Nevezetesen a modernizáció az a tradicionális világnak két rendkívül sikeres projektjére szervez rá. Mert hogyha kicsit lazábban veszük a dolgokat, a kommunizmus az tulajdonképpen egyfajta megújított kereszténység. Nézzük meg az alapállításokat. A kereszténységnek az alapállítása az az, hogy tulajdonképpen mi, amennyiben megfelelő életet élünk, akkor üdvözülni fogunk. Ezt a kommunisták egy-egybe átveszik, mert amikor majd megszületik az osztály nélküli társadalom, mindenki a szükségletei szerint fog fogyasztani, és mindenki nagy boldogságba fog élni. Na most, hát az úton gyakorlatilag nagyon profán módon fogalmazva, a gájt szerepet a katolikus egyház játsza. A gájt szerepet a osztály nélküli társadalom kommunista párt játsza. Tehát nagyon érdekes módon letükrözték ilyen értelemben a katolikus, kereszténységet a kommunisták. És ugyanezt csinálták a judaizmussal a nácik. Mert ugye van a kiválasztott nép, vannak az árják, a kiválasztott nép. Tehát, hogy elképesztő egyébként, most nem a biológiai részét, a kemény természettudományos részről levenni ezt a, hogy mondjam, ahogy tradicionális világban már létező sikeres algoritmusokat, ugye nagyon profán módon fogalmazok, ahogy ennek a modern világnak a körülményei között átváltanak, és hogyha hogy már van egy kiválasztott nép, és úgy lehet helyet csinálni, hogy azt a kiválasztott népet levesszük a pályáról, és helyére tesszük az új kiválasztott népet. Ez egyébként kaotikusabb volt, mert ez még behívták a északi mitológiát is, annak érdekében, hogy azt a pontot, amit egyébként a Hitler sokszor megfogalmazott, hogy a gyönge pontja a kereszténységnek, a bűntudat. Tehát, hogy az ember elgondolkodik azon, hogy rosszat csinál. És hogyha működik a bűntudat, akkor nagy az esélye, hogy az ember még egyszer nem csinálja, vagy egyáltalán nem csinálja. És ezzel az északi mitológiával ezt próbálták egy ilyen intellektuális klónozással kiütni. De mindegy, ez egy mellékszál, és alapvetően itt a környezet és az ember kapcsolatával fogunk foglalkozni, csak abból a szempontból érdekes, amikor az ember egy cselekvési mintázatot lát a történelemben, akkor annak a cselekvési mintázatnak vannak előzményei. És az, hogy hogyan működik egy közösség, annak a megértésében nagyon sokat segít az, hogyha az ember tudja, hogy ezek a mintázatok, ezek honnan jönnek, milyen eredetű. Eduard Suess, ő is egy fontos ember volt, ő a bioszféra fogalmát vezette be, egy osztrák úriember, a Carl Möbius. Őt azért szoktam vetenni, hogy visszaadjon nektek az életbe vetett reményeteket. Ugye látható a Carl Möbiusról, hogy egy kevéssé sportos úriember, tehát az a fajta tudós típus, aki 40 év kemény munkájával fölveszi a karosszéknek a formáját. Hát vele megtörtént az a eset, ami bárkivel megtörténhet, nevezetesen, hogy elvégzi az egyetemet és semmilyen állást nem kap. Ez velem is megtörtént egyébként, tehát ismerem az érzést. Amikor öt utolsó évesek voltunk, lehet, hogy erről már meséltem nektek empirikusan, hogy hát valami olyan mélyre süllyedtünk az alkoholizmusnak, mert ugye féltünk attól, hogy kikerülünk a munka világába, egy olyan világban, ami teljesen ismeretlen és ilyen vad és ellenséges velünk szemben, és hogyha hát sokat fogyasztottunk alkoholból, az egy eltolta, ugye, másnaposság, ilyesmi. Na most a Carl Möbiusszal is az történt, hogy nem kapott állást. És egy nagyon jó képzett biológus volt, hát végül ugye túlélés érdekében el kellett valahol helyezkedni, és egy osztriga farmon helyezkedett el. Nem tudom, járt, osztrigával találkozott valaki már életvitelszerűen? Az egy ilyen mészvázas állat, és ilyen elegáns, ilyen kis kanállal hozzá meg szét kell törni. Nem egyszerűen, én nem találkoztam még életvitelszerűen osztrigával, tehát megálltam a kagylócsigák szintjén, ilyen kulinárisan, de szóval lényeg az, hogy ezek így nőnek, nem mozognak sokat, tehát ugye mészfázó állatok azok nem egy olyan dinamikus életet élnek, és akkor
osztriga farma, fölvették, hogy osztriga farma az úgy működik, hogy van egy medence, ott élnek benne az osztrigák, akiket így gyakorlatilag ez az életük, etetik, ők nőnek, aztán elviszik az étterembe. Tehát, hogy ez azért érdekes, mert egy kreatív ember ebből a, fogalmazunk őszintén, szar helyzetből is képes várat építeni. Most velem az történt, hogy ott hízlalt a szegény osztrigákat, és egy idő után úgy gondolkodott, láthatóan nem élt dinamikus életet, tehát nem mondta el a kardióedzés a figyelmét a tudománytól, és hát észre, hogy csak elkezdte variálni a körülményeket. Elkezdte növelni a hőmérsékletet a medencébe, csökkenteni a hőmérsékletet, növelni valamilyen, nem tudom, proteint tartalmat, és akkor azt nézte, hogy hogyan reagálnak erre a különböző medencékben a különböző osztriák. És ő az, aki létrehozta az életközösség tudományát, amit aztán tovább lehet vinni egészen az emberig. Tehát amikor élnek csoportokban emberek, hogy a feltételek változtatásával hogyan változik annak a csoportnak a egyfelől a fizikai állapota, másfelől a lelki állapota, és az egyéneknek az egymáshoz való viszonya. Most ezt kicsibe, egyszerűbe, az osztrigával csinálta meg, és ő volt az, aki az életközösség fogalmát, a biocenózis fogalmát bevezeti. Tehát az ember, hogyha kreatív, akkor egészen elképesztő helyzetekben is tud eredményes lenni. Most a kulcsfogalma az ökológiának az az ökoszisztéma. Az ökoszisztéma. Ami áll ugye a biotópból, meg ebből a derék ember által kialakított biocenózis fogalomból, tehát az életközösség és a fizikai környezet. Ez egy definíció, ami többé-kevésbé megmutatja, hogy mi is az ökoszisztéma. Ez egy Eugene Adon nevű úriembernek a meghatározása. Egy adott helyen élő, található élő organizmusok összessége. Az első fogalom, amire föl kell hívni a figyelmet, az egy adott helyen. Az ökológiának ugyanis megvan az a sajátossága, hogy nem törekszik arra, hogy hierarchikus rendszereket hozzon létre. A Földrajz például igen, tehát abban van makrorégió, mezorégió, meg mikrorégió. Tehát arra törekszik, mint a Matyósa baba, talán ismeritek ezeket az orosz babákat, amik kisen adatok, és vége. És mindjárt be lehet rakni valamit. Nem. Az ökológia azt mondja, hogy minden egyes ökoszisztémát a maga egyediségében kell tanulmányozni, tehát egy tócsa a Földön, vagy egy, nem tudom, egy hegylánc, az ugyanúgy lehet egy ökoszisztéma. És nem kell arra törekedni, hogy ezek itt egymásba alakíthatóak legyenek. Található élő organizmus, egy fizikai kapcsolatban állnak, a interaktív kapcsolatban a fizikai környezet, rendszer élő és élettel elemei között anyag és energia áramlás megy végbe. Ez a másik nagyon érdekes dolog, hogy le lehet írni emberi kapcsolatokat úgy, mint energia áramlás. A történet is le lehet írni úgy, mint energia áramlás. Ugye induljunk ki ebből az energia áramlási modellből. Tudom, betettem? Nem tudom. Ugye honnan jön az energia, amit mi használunk ma? Hát a napból. A napban egy termonukleáris fúzió megy végbe. Hidrogén alakul át héliumá. Ez egy kicsi csillag, vagy közepes csillag, a nagy csillagokban tovább megy a periódusos rendszer, itt megáll az első lépésnél. Hidrogén, hélium. Most az a termonukleáris fúzió következtében süt a nap, ugye egy legnagyobb bölcsészet egyszerűsíteni, süt a nap, leér a Földre. A Földön a fotoszintetizáló baktériumok, később növények átalakítják kémiai energiába. Első lépés. Termonukleáris energia, kémiai energia. Most erre a kémiai energiára ráépül a tápláléklánc. Három versenyzővel, három típusával a versenyzőknek, vannak a növényevők, a mindenevők és a ragadozók, a húsevők. Most a testébe, mondjuk vegyük titeket, nem tudom, ha van vegán, vegetariánus, igen, egyébként lehet, hogy meséltem most, ez nem, ez csak információ átadás, tehát ez nincs előjel. Annak idején, amikor Svájcban laktam, akkor figyeltem fel a emancipáció és a feminizmus terjedésére. A folyosó végén két WC volt, az egyik lány WC, a másik fiú WC. A fiú WC, hát időnként a lány WC-t is használtam, mert mikor másik foglalt volt, egy szimbolikus volt a különbség. És lényeg az, hogy a fiú WC tiszta, a lány WC az tele volt graffitizve. Tehát ekkor a Woman Power-rel ekkor találkoztam életemben először, és akkor volt egy ilyen fölírás, hogy Save the Plants, Kill Vegetarians. Nem értek egyet vele. Ugye ez a védd meg a növényeket, gyilkodd a vegetariánusokat. Nem értek egyet. A másik kedvencem inkább lefordítva, hogy hívják azt a nőt, aki mindig tudja, hogy hol a férje. Özvegy.
Na mindegy, tehát ilyesmi és ehhez hasonló dolgokkal volt tele grafitizva a női WC-ben, időnként így bevetődtem, mikor én vezérem bensőből vezére. Szóval a lényeg az, hogy süt a nap, és hát kémiai energiával ezek a fotoszintetizáló növények átalakítják, és, de családilag ismerem a problémát, az Orsi lányom ugyancsak vegán, és én is voltam 3 napig. Csak egy olyan vidékről származom, amit kiszállítottak. És az volt, hogy úgy nőttem föl, csak hogy a empátiát fölébreszem magam iránt, hogy gyakorlatilag ilyen disznóhús, birkahús, meg marhahús. És olyan volt, hogy nekem a zöldségek fogyasztására rá kellett nevelni magam. Nem találkoztam vele, ugyanis életvitelszerűen. Ez egy elképesztő vidék volt, és emlékszem, hogy... Igen? Én nem vagyok vegetálián. Nem. Csirkét megeszem, az összes többi. Értem. Na most az volt, hogy költözött hozzánk a faluba, ahol ez volt a menő. Költözött hozzánk egy bolgár kertész. Ugye itt Kelet-Európában a bulgárok vagy bolgárok voltak azok, akik próbálták a vegyes táplálkozást elterjeszteni. Aztán Beló vagy Belcsóknak valami ilyesmi neve volt, és apukám egyszer dolgozott nálam. És akkor hazahozott valamit, így letette, a 70-es években vagyunk, letette az asztalra, így néztük, mint a rátóti csikótojást, hogy vagy valami, vagy megy valahová, és hogy mit lehet ezzel csinálni. És akkor az volt, hogy elment anyukám megérdeklődni a barátnőjétől, hogy mit lehet ezzel csinálni. Most ez egy kafió, csak hogy honnan jöttem ilyen szempontból. Nem ismertük, tehát ennyire nem. És akkor egyszer voltam a joga oktatóm hatására 3 napig vegetariánus, csak olyan agresszív lettem a végére, hogy szóval vissza kellett mennem valamennyire. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy van ez a 3 lehetőség. Tehát vannak a... Meg hát ugye a disznók is velünk egy kategóriába, vannak a mindenevők, a húsevők meg a ragadozók. Most a testében ezeknek az állatoknak a kémiai energia, vagy nektek, hogyha meg fogtok ebédelni, ez a kémiai energia átalakul mozgási és hőenergia. Most a helyzet az, hogy az emberi testben a mozgási energia 18%-a a kémiai energiának. A domestikált állatoknál csak 10%. Most ez így, hát jó, hát 10%, most mit csináltak. Ennek civilizációs következményei vannak. Mi? Nevezetesen egészen az ipari forradalom, amikor jön a fosszilis energiák, 70%-a a felhasznált energiának az az emberek fizikai ereje volt. És csak 30% volt az állatok vonóereje és az egyszerű gépek vízikerék, szélkerék. Miért? Hát próbáld egy lónak elmondani, hogy mit kell csinálni. Meg lehet próbálni, tehát én rendszeresen, napi rendszerességgel szoktam beszélgetni a macskámmal, meg talán dicsekedtem, hogy szegény anyukám nagyon aggódott miatta, hogy a helyre kerülök, ahol csak kívül van kilincs, mert kiálltam a tehenekhez beszélgetni, olyan 1,5-2 órát. És akkor benézett szegény, mindig volt mondani való, és hát tulajdonképpen előre léptem, ha most egyetemen tanítok, tehát ugye meg volt az állatkísérletes szakasz, mint a rendesen kifejlesztett ilyen terápiákban, de most már itt meg a tehenek ki volt a 2 ponton kötözve, tehát neki nem volt nagy mozgásterű. Tehát lényeg az, hogy egészen, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ez a magyarázata annak, hogy miért élt a 19. század elejéig a rabszolgaság. Ugyanis a rabszolgasság olyan területeken volt elterjedt, ahol nagyon alacsony volt a népsűrűség. Mint például Oroszországban, vagy mint például a Észak-Amerikának a déli tartományaiban. Nagyon alacsony volt a népsűrűség. Szükség volt olyan munkaerőre, aki nem dönti el, hogy hova utazik. Nem dönti el, ott kell neki maradnia. És ezek voltak a holokok az orosz történelemben, meg hát a rabszolgák az amerikai történelemben. És nem véletlenül, hogy akkor szervezik ki a rabszolgasságot, amikor jön az ipari forradalom, és ez a fajta, hogy mondjam, konformitása a kézi fizikai munkaerőnek, ez hogy mondjam, értelmét veszíti. Mert jön az olaj, jön a szén, jön az olaj, jön a földgáz, és gyakorlatilag olyan energiamennyiségek fölött rendelkezik az ember, mint a geológiai erők, a földrengés, a vulkán vagy a kollégái. Tehát lényeg az, hogy energetikai alapon is le lehet írni az emberiség történetét, ugye süt a nap, ez különböző konverziós szinteken megy át, és ezeket használja az ember. Ugye ez egyik nagy problémánk egyébként most a világban, hogy 19. századi technológiát használunk. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy robbanó motor megvolt,
A 19. században villanymotor megvolt, a 19. században kőolaj, földgáz, szénhasználat megvolt a 19. században, tehát ez a vegyipari felhasználás. Egy dologot tesz hozzá a 20. század, az a atomerőmű, atomenergia, aminek ugye a megítélése meglehetősen ellentmondásos. Hát jelenleg be vagyunk ragadva a 19. század technológiai keretei közé, mert hogyha mondjuk össze akarjuk vetni a T-modellt meg a 6-os BMW-t, technológiailag nincs különbség. Önjáró alváz, robbanó motor. Hát kényelmi szolgáltatásokban nyilván, de az nem a dolog lényegét érinti. Oké. Tehát lényeg az, hogy az ökoszisztéma, ami alapján alkalmasi történeti helyzeteket is le lehet írni, vannak emberi közösségek, vannak őket körülvevő fizikai rendszerek, fizikai hálózatok, és ezek között anyag és energia áramlás mindegyikbe. Na, tulajdonképpen az utolsó ökológiai szempontból fontos gondolkodó, vagy utolsó előtti egy James Lovelock nevű úriember volt, aki ugyancsak jó példája annak, hogyha valaki kreatív, akkor olyan helyekre és olyan élethelyzetekbe is el tud jutni, amiben hát kisebb kreativitással meglehetősen nehéz. Na most ő 1968 és 1971 között benne volt a NASA első Mars programjában. Ugye ennek a programnak az volt a célja, hogy megnézzék, hogy a Marson van-e élet, vagy nincs élet. Most ők arra a következtetésre jutottak, hogy nincs élet. Most ez volt az utolsó fixálása a csávónak, és utána hazajött, nyilván 3 év NASA fizetés azért egy kis, autonómián biztosított számára, és az történt, hogy föltette azt a kérdést, hogy jó, arra már sikerült választ adnunk, hogy van-e élet a Marson, nincs élet, akkor nézd, tegyük fel a kérdést, fordítsuk meg a kérdést, van-e élet a Földön? Na most épp ezt az ember ilyen kérdést nem tesz fel, hogy van. Jó, akkor mehetünk tovább. De hogy ő azt tovább olvasta ezt a kérdést, hogy jó, van, miért? Miért van? Ott miért nincs, miért van? Ugye nagyon egyszerű dolog egyébként ugyancsak energetikailag leírni egy rendszer. Ő abból indult ki, hogy egy rendszerben, ha stabilitás van, ahogy a Marson, akkor az biztos jelenleg, hogy nincs élet. Mert stabil a rendszer, változatlan. A földi rendszer az nem stabil, az egy nagyon változékony rendszer, de hát mitől van élet, hogy tartósan megmaradhatott az élet. És erről írt egy könyvet, a maga korában egy nagyon híres könyv volt, és nagy hatású könyv volt filozófiai szempontból is, aminek az volt a lényege, ugye választott egy jól hangzó nevet, ez a Gaia, a földanyának a görög föld mitológiából a földanyának a nevét választott, a Gaia hipotézis. Abból indult ki, hogy a Föld, Föld fogunk tenni a diákat egyébként majd a Co-Space-re. De teljesen jó, tehát ideálok esetleg, hogy jó legyen a kép, hitelesség. Szóval visszatérve. Tehát hogy azt mondtam, hogy a Föld az tulajdonképpen egy önszabályozó rendszer. Tehát abban, hogy a Földön az élet tartósan jelen lehet egy ilyen instabil világban, annak vannak alapvető okai. A definíció az olvasható, komplex entitás, a Föld bioszféra, atmoszféra, óceánjai, talajai, ez az entitás visszacsatolások rendszeréből felépülő kibernetikus rendszer, ekkor indul a számítástechnika, hogy bele kellett rakni, amely arra törekszik, hogy az élet számára fenntartsa az optimális fizikai és kémiai viszonyokat. És 3 bizonyítékot hozott fel, és ez lesz van az utolsó dia. Az egyik, hogy a Föld felszíni hőmérséklete viszonylag hosszú idő óta állandó, az nem azt jelenti, hogy be van állítva 21 fokra, és onnan nem változik, hanem egy viszonylag szűk paraméteren belül ingadozik. Annak ellenére, hogy a Föld sugárzó energiája a Föld keletkezése óta 25%-kal növekedett. Vannak ilyen visszacsatolási mechanizmusok, ami le tudja ezt fékezni, egyet mondanék erre, tehát intenzíven süt a nap, nő a párolgás, párolgás miatt felhőképződés, felhőképződés leárnyékolja a Földet, és nem melegedik tovább. Tehát ilyen visszacsatolási mechanizmusok, ebben nagyon sok más is van. A második, hogy az atmoszféra összetétele 3 millió éve többé-kevésbé változatlan. Azt kell tudni, hogy jelenleg a harmadik atmoszférában élünk, az első az még nagyon hasonlított a korai időszakban ilyen hidrogén-hélium, a második atmoszférában már egy nitrogén dominancia volt, és a jelenlegi ugye 20,6% oxigén és 78% nitrogén, ez már ez a harmadik, ez a fotoszintézis megjelenésétől kezdődően létezik. De most a dolog azért érdekes, mert hogy ha mondjuk fölmenne 25-26-27%-ra az oxigén szintje, akkor minden éghető anyag spontánan elégne. Tehát vannak ezek a
katasztrófa filmek, hogyha az idegeneknek szüksége lenne nagyon a bolygóra, nyomnának vele kicsi oxigént, aztán szépen elfüstölnék. Tehát, hogy ez a 20,6% egy olyan szint, ahol ennek a bekövetkeztétől nem kell tartani, de egy 4-5%-ot ráraknánk, akkor ahol megredne a isteni szikra, meg a spontán égésnek más lehetőségek, elégnének. Tehát, hogy itt egy kritikus ponton van az oxigén mennyisége, ami, hogyha tovább növekszik, az csúnya véget tudna érni. És végül a harmadik bizonyíték, amit Lavrov még fölhoz a stabilitás mellett, hogy az óceánok sótartalma 3,7%, van, ahol több, van, ahol kevesebb, de ez egy ilyen globális átlag, ami azért érdekes, mert vannak olyan helyek, ahol a só feldúsul. Tehát talán hallottatok a Hold-tengerről, hogy nem kell olyan messzire menni, elég Szovátára elmenni Erdélybe, a úgynevezett Medve-tóhoz, aminek ugyancsak nagyon magas a sótartalma, és az ember úgy tud benne úszni, hogy hát a vizejáráshoz nem elég, de nem kell úszni. Tehát még a parafadugó így lebeg az ember benne. Na most ez azért érdekes, mert hogyha 10%-ot elérné az óceánok sótartalma, akkor az összes élet megszűnne, mint olyan. Tehát, hogy nagyon kritikusan, vagy viszonylag közel van olyan küszöbértékekhez, akár az oxigéntartalom, akár a sótartalom, ami veszélyes az életre, de ezen a ponton stabilizálódott. És ebből azt a következtetést mondja le a Lavrov, hogy olyan visszacsatolási mechanizmusok vannak a földi ökoszisztémában, amely ezen a ponton megfogja ezeket a kritikus elemeket. Oké, na, akkor innen fogjuk folytatni jövő héten, lekapcsoljuk a gépet, és még kicsit kérem a különleteket.